az előző rész tartalmából. Létfontosságú, hogy megszerezzük az utolsó négy Ajakon erekjét. Az Omega kulcsokat. A kulcsokat? Mihez? A Cybertron újraélesztéséhez. Egy sírbolt, ahol köztudottan Prime-ok nyugszanak. Annyit vártam, de a Prime-ok hatalmát végül mégis megkaptam. Alpha Trion négy kulcsának helyét még mindig kódok takarják, de logikus lenne, hogy a négy kulcsot a Föld négy különböző pontján rejtették el. Az első remek művem, egy pompás kard Unicron véréből. Úgy hívom, hogy a sötét Star Saber. A relikviát kérem. Ja, hogy ezt? Ó, ez már az enyém. Látnod kellett volna Optimus arcát, amikor a Star Saber-je széttört, mint az üveg, és vele a remény, hogy végső győzelmet arathat. Persze, Optimus ettől még elszántabban fog kutatni a maradék Ajakon relikviák után, hogy megelőzhessen minket! Á, nagyon jó! Dekódoltad a következő koordinátákat. Ja, ma csak úgy pezseg Soundwave energonja. Remélem, ez az erekje nem holmi bálvány lesz, hanem valami praktikusabb. Egy elektromegszakító ágyú. Óriási hasznát vennénk. Való igaz, Knockout. Dreadwing, jelentkezz a parancsnoki hídon! Kérlek, Megatron uram, hadd legyek én az, aki elhozza neked a relikviát. Meglep, hogy önként jelentkezel. Főleg a múltkori baleseted után. De mindegy. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy alkalmas vagy a feladatra, ha már a térgörbítőmet sem tudtad visszahozni. Az eszközöm nem volt alkalmas, de miután Soundwave olyan elfoglalt most, csak nem veszi rossz néven, ha kölcsönveszem ezt. Ezzel felszerelve nem vallhatok kudarcot. És ha már ott vagyok, kiosztom az Autobotokat. Egy nap nagy harcossá válok, mint Optimus. Nos, sok edzéssel és némi bölcsességgel, de meg lesz az. Na, ez a sorsom. Miért is? Mert én a kis szürke biztonsági őr egyszer csak a galaxis túlsó végében találom magam Optimus parancsnoksága alatt. Hát mi ez, ha nem a sors keze? Tudod, semmi sem véletlen. Vettük az adást. Áldunk téged, te rendkívüli. Csak azt mondom, hogy messziről jöttem, és nem akarom elszalasztani ezt a hihetetlen esélyt. Autobotok! Dekódoltam a következő Ajakon koordinátát. Recsit, készítsd a földhídat! Az utolsó, aki odaér, újra hasznosított energont kap egy hétig? Még jó, hogy olyanunk nincs. RC, Bumblebee, készüljetek az indulásra. Mi lesz velem? Hé! Mármint velem meg Bugheaddel. Ti készenlétben maradtok. Arra az esetre, ha dekódolnám a következő koordinátát, mielőtt a többiek visszatérnének. Neki van igaza. Ne feledjük el, hogy a Cybertron sorsa forog kockán. Tehát gyorsan kell reagálnunk. Ilyen az élet, fényeském. Menjünk, Bi. Vár ránk a sors. Addig majd depózunk. De eljön a te időd.
ott van fent. Lám, lám! Pont az a két Autobot, akire vágytam. A kretin az én gondom. Menj a kulcsért! Vártam, hogy rendezni tudjam veletek a New York-i számlát. Ki gondolta volna, hogy a közönséges hang ilyen sértő lehet? Bocs, nem hallok! Akkora a háttérzaj! Mi? A kulcsot! A roncsba! Menjünk le mély sávba! Kicsit fájjon? Inkább nagyon! Köpött mása annak, amit Optimus Prime kezéből csavartam ki. Megeshet, hogy csak egy csali, amivel be akartak etetni bennünket. Vagy egy rafinált csapda. Nem valószínű, gazdám. Igen, elszántan harcoltak érte. Akkor feltehetőleg egy kirakós darabja. Remek munka, Soundwave! Ha szerencsénk van, az új erekék talán fényderítenek a titokra. Soundwave nem hagyja magát. De nem fog legyőzni. Uralkodj a hiúságodon, doktor! Most sem bizonyítottam eleget! A tudományban való jártasságod nagyobb hasznot hajt nekem. Analizáld, hogy mi ez, amit visszahoztál. Tudnom kell, hogy mi ez az erekje, és hogy mire jó. Bocsáss meg, Optimus. Knockout már ott volt, és ránk várt. Úgy tűnik, hogy belejöttek a dekódolásba. És miután a második kulcsot sikerült elveszítenünk, jelenleg egyik oldalnak sem áll módjában feléleszteni a Cybertront. Ne csüggedj, amilyen patthelyzet alakult ki a bolygónk sorsában. Egyelőre az utolsó két kulcs megszerzése a legfontosabb. Nagy buli lehetett Knockouttal meg a rezonátorral. Bár ott lettem volna, akkor... Akkor mi? Megszerezted volna ezt a kulcsot is? Talán. Ki tudja? Szeretném felpörgetni a motoromat. Most, hogy a Star Saber nincs többé, az eredményei engem igazolnak, nem? Jaj, kölyök. Arcee és Bumblebee elit harcosok. És Optimus is nagyon jól megvolt a Star Saber nélkül. Persze, te nem tudhatod. Stázisban töltötted az életedet, amíg mi harcoltunk. Épp ez az! Sok mindent kell bepótolnom. Majd, hogyha Optimus azt mondja, és az még eltart egy darabig. Ezt a versenyt az óvatos fél nyeri meg. A roncsba, siess már! Hogy lehet, hogy pont a sebességnövelő energon az, amelyik lassabban csapódik ki a sima energonnál? Egy öklömnyi méretű vörös energomból mindössze ennyi löty lett! Örülhetek, ha egy adagra elég, talán kettőre! Álcamozgolódás. Bár a sebesség alig ha kompenzálja a hatalmas Apex páncél elvesztését, addig biztosan nyújt nekem némi előnyt, amíg beszerzek valami ütősebb erekét. Megvan a koordináta. Már csak egyet kell dekódolni. Megyünk, főnök! A kulcsal vagy sehogy!
Bulk? Ezt itt hagytad. Végig tarts szemmel a kiválasztottat, jó? Mikóhoz képest ő sima ügy lesz. Ne kószálj. És koncentrálj. Vettem. Nem viccelek. Én sem. Cs. Hát ez meg mi? Az egyik utolsó hang, amit életedben hallasz. Dreadwing. Arocsba! Kell tűnünk innen, mozgás! Dreadwing az enyém! Menj az erekét! Értettem! Szereted, ha nem kell közvetlenül bemocskolnod a kezed. De ahhoz nincs meg a szikrát, hogy test közelből küzdj velem, igaz? Tudod, hogy ebben a különleges helyzetben kitörő örömmel fogok kivételt tenni. Tisztelem az erődet, de már is elfelejtetted, hogy végződött az előző találkozásunk. Gondolod te? Rögtön ott vagyok, Smoke. Végzett. Smokescreen! Ébredj! Mi történt? Azt én is szeretném tudni. Az Omega kulcs! Nálam volt! De aztán valami eltalált hátulról. Biztosan Dreadwing társa volt. Ezt a kulcsot is buktuk. Ratchet, nyisd meg a hidat! De én azt ígértem, hogy megszerzem a kulcsot. Ide figyelj! Alpha Trion azt mondta, hogy mind a négy kulcs kell a Cybertron felélesztéséhez. Csak vigyáznunk kell arra, ami még megvan, és visszaszereznünk Megatrontól a többit.
egy új Cybertron ígérete. Nálam van az egyik darabja, mindössze a másik három kell. Smokescreent hátba támadták. Ilyen bárkivel megeshet. Nem igaz. Én nem voltam elég óvatos. Én szúrtam el, rendben? Pompás harcos vagyok, mondhatom. Semmit sem fogtál fel, igaz? Néhány hőstettől még nem leszel legenda. Mindig be fog csúszni egy-egy kudarc. Nálam is, Bee-nél is. Sőt, még Optimusnál is. Veszítettünk már el erekéket. Még a társainkat is. Meg a bolygónkat. De most az egyszer újra kezdhetjük. Esélyt kaptunk, hogy visszahozzuk a Cybertront, de összhang nélkül kár is megpróbálni. Nem rólad vagy a végzetedről van szó. Arcee, azt hiszem érti. Optimus, hallania kell ezt. Talán az a végzeted, hogy egyszer nagy harcos legyél. Tudod mit? Remélem, hogy az leszel. De minden nagyság ott kezdődik, hogy a csapat az első. Nem a te bizonyítványod. Ha kell, meg is halok a csapatért. Akkor ne próbáld játszani a hőst. Válj igazi autobottá. Tudjátok mit? Lehet, hogy csak én nem vagyok elég jó. Ha a legközelebb arra céloznak, hogy fejezd be, akkor fejezd is be. Utána megyek. Smokescreen még fiatal Bulkhead, sokat kell tanulnia. Most jobb neki, ha kitisztul egy kicsit a feje. Nekem pedig dekódolnom kell az utolsó kulcs koordinátáit. Még csak nem is láttad az erekjét? Már eltűnt, mire odaértem. Az erekje és az autobotok is. Azelőtt kell dekódolni az utolsó Iacon bejegyzést, hogy Optimus megelőz bennünket, és visszavennünk azt a két erekét, ami a birtokában van. Sunwave! Az elsődleges feladatod mellett bízom benne, hogy a rejtek helyük felderítésével is haladtál már valamit. Remek. A bizonyítékok, amelyekre szert tettünk, jól behatárolják, merre találjuk az autobotok emberbarátait. Lézerbek hamarosan beméri nagyjából az autobotok tartózkodási helyét. Dekódoltam az utolsó bejegyzést. Biztos? Egy másodlagos kódoló algoritmus talán. A koordináták egyképpé állnak össze. Vajon miért különbözik az utolsó bejegyzés a többitől? Nem lehet, hogy ez az erekje képe? Ha igen, mihez kezdenénk vele, ha nem ismerjük a földrajzi helyzetét? Alpha Trionnak biztosan oka volt rá. Ez Smokescreen. Prime legújabb katonája. Ő az utolsó Iaconi erekje. Mérges leszek, ha ez valami vicc. Talán ő tudja, hol a kulcs. És nem említette volna? Sokkal reálisabb magyarázat, hogy ki tudja hogyan, de maga Smokescreen az erekje, csak nem tud róla. Ez ráér, Smokescreent veszély fenyegetheti. Smokescreen, azon nyomban térj vissza a bázisra. Deaktiválhatta a rádióját. Mérd be a helyzetét és készítsd a földhidat. Csak a háttérfeladat már is meghozta gyümölcsét. Rossz napot fogtál ki, hogy velem kekezkedj. Ah!
Magyar hangok. Széles Imre. Már is jön Mordekáj és Rigby, akik megint csak a maguk módján oldják meg a dolgokat. Vagyis mindent összekuszálnak, és furcsa kalandokba keverednek. Jól hangzik. Nézd a Cartoon Networköt, mert már is jön a Park műsor. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.